Magyarországon 6-7 évvel ezelőtt fordult át a fogyasztás a csirkehús felé, ezt megelőzően inkább a sertéshúsból fogyasztottak többet a magyarok. A statisztikák szerint minden magyar évente átlagosan mintegy 32 kg baromfi húst teszik, ebből körülbelül 21-22 kg a csirke, 6-7 kg a pulykahús, a maradék 5-6 kg-ot pedig a kacsa és a liba teszi ki. A forgalmazási adatok azt mutatják, a fogyasztók átlagosan évi 23.344 forintot költenek baromfi húsra. Ez az összeg az adótartalom változása miatt januártól akár átlagosan 4.000 forinttal is csökkenhet. Magyarországon az előállított baromfi termékek aránya, ebbe természetesen bele kell érteni az étkezési tojást is, meghaladja a 450 milliárd forintot, ebből körülbelül 60% belföldön és 40% export útján kerül értékesítése, tehát ha azt mondjuk, hogy közel 300 milliárd forintnyi áru forgalom valósul meg egy évben baromfi termékekből Magyarországon, akkor könnyű kiszámolni azt, hogyha ennek a 27%-os áfája lecsökken 5%-ra, akkor körülbelül 50-60 milliárd forintnyi többletpénz fog a magyar fogyasztók, a magyar vásárlók pénztárcájában maradni. A termelők és a kereskedők várakozásai szerint az áfa csökkentéssel nőni fog a két termékcsoport forgalma. Ezt az egy évvel ezelőtti sertéshús áfa csökkentésből szerzett tapasztalatok is alátámasztják. 2016 első három hónapjában körülbelül 15-20%-kal növekedett a sertéshús fogyasztás. Nem is 20%, de egy 10-15%-i kereslet megugrásra számítunk, és amikor valamiből kereslet van, akkor az mindig egy jó piaci környezetet jelent, mind a termelőknek, mind a feldolgozók, értékesítő cégek számára. A 22%-os áfa mérték csökkenés az 100%-ban át fog menni a fogyasztói kosárba, tehát ebből a tetemes áfa csökkentésből sem a kereskedő, sem a termelői feldolgozói kör nem fog tudni megtartani, saját profitját növelve megtartani egyetlen egy százalékot sem. Elsősorban azért nem, mert nagyon nagy a verseny, és az áruházláncok ugyanúgy figyelik egymást, és ugyanolyan akcióra akciót hirdetve jelennek meg a vevő becsalogató eszközökkel és marketing módozatokkal, hogy nem lehet megengedni, hogy valaki akár csak egy bizonyos terméket néhány napon keresztül is 5 vagy 10 vagy akár 20 forinttal drágában adjon. A baromfival ellentétben az étkezési tojás fogyasztása az elmúlt 20 évben jelentősen csökkent Magyarországon. A hazai tojásforgalom mintegy 30%-a importból származik. A külföldről behozott, olcsó, de a hazainál rosszabb minőségű tojás fogyasztási részarányának csökkenéséhez az áfa csökkentés is hozzájárulhat, mivel ezáltal tisztulhat a piac és növekedhet a hazai értékesítés.